tavaly össze elkezdtem ismét feltölteni videókat és streamelni is, tehát azt csináltam, amit szeretek. Viszont ahogyan tehát az idő, egyre jobban elkezdett engem érdekelni a nézettség, a like-dislike arány, a feliratkozók száma, és így követtem el a legnagyobb hibámat. Nincs megoldás arra, hogyan is kéne helyesen felépíteni egy YouTube csatornát, és mi az, hogy nincs, de hogy nem van. Tehát a sikernek nincs receptje, csak bizonyos dolgokat lehet odaadni az embereknek, amik által talán sikeresek tudnak lenni, és nyilván ebbe sok munka kell, mondom, YouTube csatorna esetén is rengeteg kísérletezés. Analitikákat nézni nem rossz dolog, csak tartsuk egy rövid pólázat, vagy kikötve, néha haram. Úgy gondolom erről nem beszél elég videós, de sokatok biztosan egyedül érzi magát. A mai videóban megnézünk egy videót, míg pedig a kiégtem és... Te is kifogsz című videót. Hát reméljük, hogy itt valami világmegfejtést lesz. Nyilván tartalomgyártóként és kreatívként, könnyen kiéghet az ember, és akik eléggé amatőrök, mint például én, azok viszonylag gyakran belefutnak különböző fajtájú kiégésekbe, úgyhogy ja, megkedveltem ezt a reakciós stílust, és tök jó dolgok sültek ki ebből, úgyhogy nézzük meg most ezt a videót. Kiégés. Egy órási pandémia, ami érinti a jelenlegi és feltörekvő content egy. Na, itt, itt specifikusan úgy látszik, a content fogunk rámenni, úgyhogy videósok, influencerek, instagrammerek, van -e ilyen szó, Twitch streamerek, mindenki figyeljen, nézzük az okosságokat. Györánt. Valami, ami jobban megizzaszt, mint a 30 fokos nyári levegő szeptember végén. Először is nem árt, ha tudjuk, mi állunk szemben. Burnout vagy kiégési szindróma egy speciális munkahelyi ártalom, orvosi elnevezése. Kiégés hosszabb ideig tartó stressz, elsősorban fokozott érzelmi megterhelés következtében alakul ki. Az állapot során a személy tartós tehetetlenséget él meg, motivációja és teljesítménye csökken. Kaptuk itt a, a wikipédiás <laughs> megfogalmazást, de ja, a lényegében, de kiegésnek sok fajtája, meg, meg intenzitása, meg stb. van. Én legalábbis úgy tudom, de hát nem vagyok szakember. A YouTube nem könnyű. Sok embernek nem lesz egy irodai munka, és nagyon soknak nem is lesz egy átlagos 8 órás meló. És az izé, pörgős, pörgősre van ez vágva, tök jó. Hát nyilván nem lesz az 8 órás. Én valószínűleg nem is leszek körülvéve hozzá hasonló gondolkodású emberekkel, és valószínűleg nem fog jól fizetni. Vagy egyáltalán a ja, legtöbb? de eddig a korrekt, igen. Bár az, hogy hozzád hasonló emberekkel, nyilván ahogy, ahogy halad az ember a YouTube-on, elkezd hozzá hasonló embereket felfedezni, hozzá hasonló gondolkodásmódú embereket is, és, és nyilván érdemes ezekkel az emberekkel összeparátkozni, vagy vagy sokat beszélgetni, vagy ilyesmi. Én is mostanában több kreátorral szoktam beszélgetni, és, és, és nagyon jó szóval, hogy amikor, mit tudom, én például Bálnával szoktunk beszélgetni mindenféle youtube dologról, és így azt érzed, hogy vég, végre van valaki, aki érti, hogy miről beszélek, meg, meg akár tud segíteni, vagy ha nem is segíteni, akkor azt mondani egy-egy, mit tudom, egy rossz videónál, hogy jó lesz ez, a köv, kövű, kövi jó lesz, és akkor ez már elég arra, hogy hogy kicsit motiváljon, szóval ja, de ez más szakmában is egyébként így van, hogy nyilván keresed a hozzá hasonló embereket, és ha találsz olyanokat, akkor tök boldog vagy, és, és így rögtön más a munka, vagy a, vagy a YouTube videózás, szóval Szóval tök jó, ha az ember talál. Úgyhogy ti is legyetek nyitottak, szóval, hogyha rátok ír valaki, és, és hasonló gondolkodásmódú, vagy hasonló tartalmat csinál, és még mellé hasonló gondolkodásmódú is, akkor, akkor az egy tök értékes kapcsolatnak a kezdete is lehet, de az is lehet, hogy soha nem is fogtok beszélgetni, vagy szimpatizálni egymással, de ja legyetek nyitottak a többi youtuberre, vagy a többi tartalomgyártóra, mert tök jó dolgok kisülhetnek ezekből a dolgokból. És fontos a, a, saját közegednek a megtalálása. Az meg nyilván, hogyha tartalomgyártó szeretnél lenni, akkor sok tartalomgyártó ismerősöd lesz, szóval, mint ahogy a kőművesnek is sok kőműves ismerőse van, de térjünk vissza a videóra. Több esetben ez az egész egy új szóló kampány lesz. Az én hosszú utam című játékban, ahol mm -hmm. megpróbálod meg kimaxolni a saját személyiségedet az abszolút határokig, csak azért, hogy a kiválasztott téma körben lehes valaki egy hatalmas, néptelen ember tömegből, majd megund az egészet és egy 180 fokos fordulattal a gamingről átvált trendlovagdásra. Ezek mind fokozódhatnak akkor, Oh, vannak ilyenek, <laughs> vannak nyilván, de egyébként nem nem feltétlen kell a személyiség. Mi volt itt? Olyan gyorsan történik minden, hogy... Próbálod majd kimaxolni a saját személyiségedet, az abszolút. Ja, hogy kimaxolni a saját személyiséget, hát nyilván beleraksz minden effortot, de nem csak a személyiséged maxolod ki, hanem az időd, energiáid, kreativitásod, mindent, aztán az idő meg majd eldönti, hogy megérje, és amikor majd ott vagy a, ott vagy a kiégés szélén, akkor majd kiderül. Hogy, hogy most ez így jó, jó volt-e, vagy nem volt-e jó, vagy amikor visszatekintesz majd öt év múlva, hogy ú, uh, mennyi energiát beleraktam, és hm, megérte, vagy nem érte meg, az nyilván akkor derül ki szóval, hogy ez egy ilyen ez egy zsákba macska, amit majd sok év múlva tudsz kibontani. Aztán eldől, hogy megérte -e, vagy sem. Abszolút határokig, csak azért, hogy a kiválasztott témakörben lehess valaki egy hatalmas néptelen ember majd megund az egészet, és egy 180 fokos fordulattal a gamingről átvált ezek mind fokozódhatnak akkor, ha a YouTube jelenlegi helyzetét is szemügyre vesszük, és azt látjuk, hogy lassan mindenki mindenféle challenge videót, hogy Mister Beast féle pénzszórós hype contentet gyárt, felturbózva agyon effektált jelenetekkel és mindenféle figyelemfenntartó technikákkal, kizárólag azért, hogy senki se kattintson el azonnal a 24 óráig kicsit <laughs> egy szigetem. című műak. Ú, honnan ismerős ez, ez a hang? Ú, nem fog eszembe jutni. De nyilván, igen, az emberek próbálják a trendeket meglovagolni, az emberek Nézettséget, figyelmet, stb. szeretnének, és most jelenleg ezek mennek. Szóval, hogy mindig is azt csinálta a magyar YouTube, ami Amerikában ment egy-két éve, mindig ilyen kis lemaradásba toltuk és mindenki próbálta másolni. Nyilván ez úgy jó, hogyha önazonos, és, és nem egy az egyben lemásolsz dolgokat, hanem, ja, de ezt már sokszor elmondtam, szóval hogy nem egy az egyben le kell másolni ezeket, hanem saját magadra formálni, és nyilván, mit tudom én, ha te kriptóról akarsz videókat csinálni, mi, az, ami itthon nincs még? Mondjuk szeretnél, de, de azt most csinálják át, de még, szóval szeretnél egy tudományos csatornát, nyilván külföldön lesz pár tudományos csatorna, de te csinálhatsz egy olyan tudományos csatornát, amilyet te gondolsz, és nem kell egy az egyben lenyúlni egy külföldi koncepciót. Ja, hát nyilván most a gyerekek ezeket a tartalmakat nézik, ezeket a kis ö, kihívás, meg MrBeast videókat, meg ö, egyre fejjebb és fejjebb és fejjebb tornázzuk ezt, aztán majd előbb-utóbb eljön ennek a teteje, ennek az inger cunaminak, és már nem bírod felfogni, és akkor valószínű az emberek majd szépen természetesen lejjebb mennek. Szóval szerintem én, én látom ennek a végét, úgyhogy annyira nem kell aggódni, de hát a YouTube fele, vagy hát azt mondom, a Magyar Youtube-nak inkább az ilyen 80-75%-a mindig is azt csinálta, ami a trend is, és és mindig a trendek után ment. Ez egy nem új dolog. és onnan a videó, mint át át, osz, csod. Tudom, hogy honnan ismerős. Ez a Izi, ez a hang. Figyelj. A, e, oh, hogy, hogy lesz ez erdő kislányfa? Ez innen ismerős. <laughs> Kedves gyerekek, ma <Yeah>. elmesélek <laughs> nektek egy mesét de csak akkor, ha nem ijedtek meg. <laughs> ez az eset egy aranyos kicsike kislányjal történt meg, aki az erdő szélén lakott. Egész nap fát vágott, tortát hegesztett a kerten, így hát estére mindig nagyon álmos lett. Egyik este azonban nem ugyanazt álmodta, amit szokott. Azt álmodta, hogy az ágyához odaül egy kedves kis küklopsz. <laughs> imádom, imádom. Na, nem volt ismerős a hang, ugyanaz. Codára. Igen, ez egy létező videó. Igen. Elekrobitól van. Ú, uh, néni. Most pedig jöhet pár statisztika. Elekrobi, jó. Van vannak, vannak ilyen montázsa, ilyen elekrobi montázsa, hogy hogy kell beírni, azt is megnézzük. Sziasztok, én elekrobi vagyok. Szia, elekrobi. Itt van. Sziasztok, itt. Sziasztok, én elekrobi vagyok. Sziasztok, én elekrobi vagyok. Sziasztok, én elekrobi vagyok. Sziasztok, én elekrobi vagyok. Hello! Szerintem van, van olyan hely, ahol már ezzel vallatnak, ilyen börtönök, ilyen nagyon komoly börtönök, ahol lesz így berakják, és akkor lúbba megy, és akkor a vallanak a rabok. Biztos, hogy van ilyen hely. Nem régiben készült felmérés szerint az átlag ember figyelmi ideje 8,25 másodperc, ami rövidebb, mint egy De Ez 2015-ös stat, nem? Ronyhalé. És ez azt is tegyük hozzá, hogy az ember átlagos videónézés ideje kevesebb, mint 3 perc. Csak viszonyítási alapként a figyelmi időnk a 2000-es évek elején 12 másodperc felett volt, az elmúlt 20 plusz év megnegyedelte ezt a számot, és napjainkban ott tartunk, hogyha nem ér el hozzánk az információ lényege tömören egy adott tartalom első 5 másodpercében, akkor azt azonnal ki is kapcsoljuk, vagy elkattintunk máshova, ahol viszont megkapjuk ezeket a stimulásokat. És most beszélek az én saját tapasztalataimról. Na már, hát nyilván ez most így működik, és mondom, e felé halad a világ, de reménykedjünk abban, hogy ugye ez, 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 fizikailag nem mehet a végtelenségig. Szóval, hogy már most is vannak magyar, meg külföldi tartalmak is, amiket egyszerűen nem, nem tudsz befogadni. Szóval én, én például megnézek mondjuk három viszperton videót, és már a másodiknál azt érzem, hogy, hogy elfáradt az agyam, lesült, és, és már nem értem, nem is érdekel kell, hogy mi van benne, és nem is értem, hogy mi van benne, és már nem, nem fogod fel a dolgokat. Ez azt tudom hasonlítani, mint amikor mondjuk egy parfümboltba bemész, és elkezded szagolgatni a kis parfüm mintákat, és a, nem tudom, statisztikailag, vagy, vagy hogy, hogy működik így a, az emberi szervezet, de van egy szám, azt hiszem, mit tudom, három, négy, öt, fogalmam sincs pontosan mennyi ez a szám, ami utána már nem érzed. Ugyanez van, mit tudom én, amikor zenei licenszeket keresgélek, és felmegyek a music bedre, és elkezdem hallgatni, és a 20 20. zene már, már nem. Tehát, hogy ott, ott már nem érzed a különbséget, és lehet, hogy tök jó dal fölött elsiklasz. Szóval, hogy itt is a túl sok ingernek egyszer vége lesz. Így vagy úgy, vagy belehal az egész társadalom, és meghalunk itt izébe, ilyen figyelemzavarban, meg, meg különböző pánikbetegségekben, meg ilyenekben, és itt fogunk szaladgálni tiktokkal a kezünkbe, és gyújtogatjuk az, izé, az utcákat, meg az autókat, vagy visszaveszünk az ingerből. Ez a két véglet van, én azt mondom. Szóval nézzük a személyes tapasztalatot most, hogy így a, a, az előszót vagy a, a videónak így az előzményét ö, végigvettük. Tavaly össze elkezdtem ismét feltölteni videókat és streamelni is, tehát azt csináltam, amit szeretek, viszont ahogyan tehát az idő, egyre jobban elkezdett engem érdekelni a nézettség, a like-dislike arány, a feliratkozók száma, és így követtem el a legnagyobb hibámat. Szinte minden percben ránéztem a YouTube stúdióra, hogy kaptam-e új nézőt, új feliratkozót, új kommentet, akármit. Nyilván ez... ez benne van az emberbe amikor nem csak amikor kezdi, hanem amikor, amikor halad folyamatosan az úton. Ebben én is benne voltam, benne vagyok, néha visszaesek, néha. De van most már, hogy kirokok egy videót, és így egy órára el tudom engedni, hogy ugye a YouTube azt írja, hogy egy óra múlva lesznek pontos statisztikák, addig fölösleges megnézni, mert az első órás számadatok azok ilyen pontatlanok. Szóval a short videók esetén is láthatod, hogy 150 százalék nézi végig a videót, és ez később úgyis lejjebb úgyis kiegyen Létődik, a minden más mérőszám változik. Szóval, hogy ülösleges megnézni az első egy óráma. A kommentek is olyanok, hogy a kiraksz egy fél órás videót, az első. 15 perc, 20 percbe, fél órába tök fölösleges megnézni, mert egy csomó ember csak idiótaságot ír, vagy annyit, hogy szia, vagy annyit, hogy ö, ö, jó videós vagy Viktor. Szóval ö, oké, ezt is köszönöm, csak hogy nem ad hozzá videóhoz. És ja, ezt meg kell tanulni, de van, hogy én is, van, hogy én is azt mondom, hogy fú, ez egy nagyon jó videó, ezt tudom, hogy pörögni fog, és, ó, ó, és így frissítgetem, hogy ó, mikor jön új komment, és így, de utána nagy levegőt kell venni, és lerakni, és csinálni, csinálni valami mást, mert ez, ez, nem jó. Szóval, hogy ez az, hogy egyes emberek így ö, izére pontosan, számra pontosan tudják, hogy mennyi feliratkozójuk van, az se jó. Szóval, hogy néha néz rá, mert egy fontos mutató az is, néha néz rá a, a kommentekre is, a megtekintésekre is, és ennyi szó, szóval, hogy én például like számot se szoktam nézni, azt se nézem, hogy jó, most már nézem, hogy hozzávetőlegesen már be tudom lőni, hogy egy-egy videó mennyi lájknak kell lennie, megnézem, és ha nem annyi van, akkor legyintek, ha meg annyi van, akkor örülök. Szóval nyilván ezek fotos számok, ezeket nézni kell, de nem egy folytába. Úgyhogy ja, erről sokat szoktunk így beszélgetni. Minden, minden videóban elmondom ezt. Jó, nem minden videóban, de gyakran elmondom ezeket a dolgokat, úgyhogy Ezektől egy hatalmas dopamin áradatot érezünk magamba, emellett örömöt és motivációt, hogy csináljak még több tartalmat, Szerintem sokan együtt tudtok velem érezni ebben. Főleg akik mostanában kezdik el a videósost, teljesen bekebelezett a tartalomgyártás varázsa, és mindez rengeteg egészségtelen szokást eredményezett. Bold ja, ezt én is mondtam már, hogy ez egy ilyen függőség, hogy jön a visszacsatolás, és akkor te meg úgy érzed, hogy akkor még, még, és ha szereted is a videózás, szereted is csinálni, akkor így ez, ez olyan, mint valami ízi drog, és nyomatod neki ezerrel. <laughs> doktalanságot, depressziót, ha rosszul teljesített a videóm, vagy a livestreamem. elég, vajon hogyan másták? Ebben az egész káros ördögi körből. Türelem, mindjárt mondom. Egy rossz minőség ez a videó, de a mondani való, meg a vágás, meg a többi ellensúlyozza. A kövi pontba. Csak hadd olvassam el, mi van ideírva. Elkezdtem nézni rengeteg videót arról, hogyan is kéne YouTube-ozni. Tudjátok, azok a sok gurus videók, amik a világ megváltást ígérik, egy kurzus áráért, amiért jó esetben csak a lakbéred, rossz esetben még a vesélet is elkérik. Persze, ezek alól vannak kivételek is. Nem, vannak, vannak olyan helyek, ahol amúgy ismétlődők. Például én jut már nem nézek, mert minden harmadik videó ugyanaz. Csak más az indexét, meg más a cím, szóval hamarán lehet ezekre unni, nyilván. Miután végignéztem több száz videót a youtuberkedésről, rájöttem hogy nincs válasz, és nincs megoldás arra, hogyan is kéne helyesen felépíteni egy YouTube csatornát, és... Mi az, hogy nincs? hogy nem van. <laughs> Szóval egy csomó, nyilván arra válasz nincs, hogy hogyan kell felépíteni egy YouTube csatornát. Mert, mert ez, 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 ez nem egy olyan dolog, amit így le tud írni valaki, és azt tudja mondani, hogy figyelj, itt a recept, csinálj meg, és jó lesz. Viszont vannak olyan dolgok, amiket ha megtanul az ember, például jó indexképet csinálni, jól történetet mesélni... Öm, rendszeresen csinálja, stb. Szóval vannak ilyen standard dolgok, meg szabályok, meg követelmények, meg, meg sorolhatnám még a szinonimákat, olyan dolgok, amiket ha megcsinálsz, akkor lesz esélyed arra, hogy, hogy befusson egy YouTube csatorna, és felépüljen egy YouTube csatorna, de ez folyamatos tapasztalás, folyamatos tanulás, folyamatos kísérletezés, ezt szoktam mindig mondani, szóval nyilván nincs tehát ez olyan, mintha azt mondanád, hogy itt van egy zenekar, tessék, így kell slágert csinálni, ez a siker receptje. Nincs ilyen. Szóval semmi ilyen dologba, vagy cég esetén azt mondom, szeretnék egy új Apple csinálni. Nincs. Semminek nincs. Tehát a sikernek nincs receptje. Csak bizonyos dolgokat lehet odaadni az embereknek, amik által talán sikeresek tudnak lenni, és nyilván ebbe sok munka kell. Mondom, YouTube csatorna esetén is rengeteg kísérletezés. Minden csatorna másik. És más. Mostanában sok youtuberrel beszélgettem erről, hogy az ő más, máshogy működik az enyém is, máshogy működik egy egymilliós magyar csatorna, mint egy egymilliós külföldi csatorna, máshogy működik egy 30 ezres ismeretterjesztő csatorna, mint egy 30 ezres gameplay csatorna. Szóval ahány csatorna, annyi féle megoldás, is, senki nem hozza majd így tálcán a siker receptjét. Hogy hello, ezeket megcsinálod és akkor itt, 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 vannak a válaszok. Szóval, ja, ezek csak ilyen Inkább az én videóim is ilyen útmutatást, iránymutatást, meg, meg motivációt, meg inspirációt adnak, vagyis hát ez lenne a cél, és akkor mindenki fel tudja magának építeni a dolgokat, ha elég jó, meg van hozzá tehetsége, meg szerencséje, meg sorolhatnánk, hogy mi kell a sikerhez, de nyilván senki nem fog jönni és így tálcán odaadni a Képletet. És a legrosszabb, hogy követheted ezeket a kiépített formulákat egy adott formátumhoz, ugorhatsz trendről trendre, hogy bezsebeld a sok nézettséget, használhatsz mindenféle figyelemfelkeltő taktikát, hogy a csatornádon tartsd a nézőket, teljesen mindegy, ha ezeket túl sokáig csinálod változtatás nélkül, ki fogsz égni. Pont. Hát meg nem is az, hogy ki fogsz égni. Mét, ahogy én. Ha nem is az, hogy ki fog szégni, hanem igazából nem biztos, hogy működnek. Szóval, hogy lehet, hogy én is csinálok valamiről egy videót, és az a technika egy fél év múlva már nem, nem fog működni. Szóval lehet egy trend is nem fog működni fél év múlva. Szóval folyamatosan, ezért mondom, kísérletezni kell. Mert maga a YouTube is változik, az emberek is változnak, a trendek is változnak, minden egyfolytában változik, és nem csinálhatod ugyanazt. Szóval, ja, meg, meg itt a mellékes például, hogy meg ki is fogsz benne égni, szóval. Hello, régi stílus! A Pyro Live által inspirált videókat akartam készíteni, és egy ideig működött is, aztán megcsináltam az utolsó videót ebbe a szériába, és egészen durván összefosta magát, pont mint én egy jó kis aluljáros giros után. Elment kedvem az egész videózástól, egészen addig, ameddig meg nem néztem még több guru videót a YouTube-ozástól, és azok után már az életkedvem is elment, és egy hatalmas tömegnek éreztem magam. <laughs> story bro. Viszont, meg Jött ezek a guru videók, most nem tudom, én, én is azért próbálom inkább ilyen szórakoztató jelleg aki ah, nehé nehéz ez, nehéz ez, szóval a Magyarországon amúgy is ezeket a guru videókat amúgy se tetszenek ezek, de valami hasonlót próbáltam nyilván én is behozni, vagy vala valami hasonló tematikát, de de nyilván ez így kiforja magát, szóval én is folyamatosan kísérletezek, itt van például ez a reakciós formátum, ami talán valamennyire szórakoztató, és, és, és így tök-tök más, szóval, hogy így eszembe jutnak a gondolatok, mondom őket, valaki más hozzáteszi az ő gondolat, és így például a neszájos reakciónk is egy olyan dolog volt, hogy én csináltam valamiről egy videót, Nessai hozzárakott rengeteg hasznos infót, és akkor azt még én egyszer megnéztem, és én is hozzáraktam, ami a neszáj hasznos infói kapcsán eszembe jutott, és szerintem egy ilyen tök jó kerek egész sztori lett a vége, és sokkal motiválóbb, sokkal inspirálóbb volt ez, mint, mint csinálni egy ilyen száraz öm, algoritmus fejtegető cuccot. Úgyhogy, ja, de ez az én, én kis problémám, térjünk vissza a videóba. Tanítottak pár dologra ami segített lassan, de biztosan kilábalni ebből az egészből, és ezt mind meg is osztom veletek. Bruttó 400 ezer forint ér, és uh -huh. ha el. Azt is megtanultam, hogy guru videósként tök mindegy, hogy milyen nulla tudást átadó kontentet gyártasz. Ha már van benne egy motiváló mondat, akkor ezrek fognak nézni téged. Úgyhogy próbáljuk is. <laughs> Feltéve a külföldi vagy és angol, de van sok olyan külföldi guru is, akit nem néznek sokan. Szóval azért ez, ez, is olyan, hogy azt mondhatnánk, hogy ez a siker receptje, de nem, mert ennek sincs receptje. Ki miközben adok pár ténylegesen hasznos tippet arra, hogyan is csökkentheted a kiégések számát videósként. Ne hagyd, hogy a stúdió applikáció uralkodjon a fejedben, analitikákat nézni nem rossz dolog, csak tartsuk egy rövid pórázva, vagy kikötve. Néha harap. <laughs> Nekem az segített, hogy elkezdtem nézni az appot egyszer reggel, aztán egyszer este, és nem gondolok túl semmilyen pozitív vagy negatív számot. Van, hogy meg se nézem az appot napokig. Természetesen egy ilyen kicsi csatornán, ahol van 300 plusz feliratkozó, ezek az adatok rendkívül érdekesek lehetnek, de nem szabad hagyni, hogy valami számok irányítsák a kedvünket, vagy még rosszabb, az életünket. Töltsön! Pontosan, pontosan. Plusz ugye az is, a is, a, nagyobb statokat is, már mint megtekintés, meg ilyesmi, azokat is úgy érdemes nézni, hogy ö, nem a YouTube által vedobott 28 napba gondolkozzunk, ha tényleg így ö, valami következtetés is le akarunk vonni a statokból, és nem csak itt ránézünk, hogy oh, ennyi, oké, okay. hanem ha tényleg gondolkozni akarunk ezeken, akkor állítsuk be mondjuk 90 napra, és úgy már kirajzolódik egy, egy sokkal pontosabb kép a csatornánkról. De ezt is el Mondani egyébként. A Youtube-on kívül is időt, forradalmi ötlet, tudom. Azt hittem, ez valami mítosz, vagy ismét egy rossz guru tip, de higgyétek el, nem az. Rájöttem, hogyha ú... <tosz> az meg belerugtam. Rájöttem, hogyha úgy érzem, semmi ötletem sincs, vagy egyszerűen csak elfogyott a motivációm, és vagy energiám, akkor fogom magam, és elkezdek csinálni valami mást. Legyen az bármiféle minimális takarítás a lakásban, új dolgok megtanulása, mert mindig van valami, amit meg lehet tanulni. séta valamelre, ahol még nem jártam, nalával, a kiskutyámmal való játék, teljesen mindegy, a lényeg, kikapcsoljon az agyam, és ne üljek a gépedé görnyedve, azon töprengve, hogy vajon miért nem tudok videókat csinálni. Aztán, amikor visszatérek a elé, teljesen. Igen, ez egyébként teljesen igaz, szóval, hogy én is azt szoktam mondani, hogy nyilván, ha főállású youtuber vagy, akkor nem biztos, hogy ezt meg tudod tenni, de én is azt csinálom, hogy látjátok, hogy heti szinten van kontent, valahogy egy héten leülök, két-három nap, és mondjuk van is időm, és akkor felveszek több kontentet, és szépen akkor beosztom. És van olyan hét, amikor tényleg nincs kedvem leülni, meg annyi munkám van, meg stb. Mondjuk én főleg a munka miatt csinálom ezt így, mert van, hogy úgy összeérnek a forgatások, a vágások, a stb., hogy nincs időm leülni, meg energiám leülni a YouTube elé, és akkor nyilván tök jó, hogy ott egy szombati videó, és szombaton is forgatok, vasárnap is forgatok, minden nap forgatok, és akkor ki tud menni a videó, amit már előre fölvettem. Nyilván, ha főállású YouTuber az ember, akkor nem biztos, hogy ez meg teheti, de aki nem főállású youtuber, az ezzel a trükkkel, hogy tényleg előre időzít dolgokat, vagy bent tart mindig olyan videókat, amik kimehetnek, vagy mondjuk tegyük fel, mindig egy videóval előre dolgozik, akkor van egy szabad hét, és akkor tulajdonképpen tudsz pihenni, kikapcsolódni, és tényleg ja, mással is foglalkozni kell, de ez minden munkával így van, szóval nem, nem jó, ha az embert így felőlli a munka. Ilyesen feltöltődve érzem magam, és már is ötletek ezrei kezdenek forogni a fejemben pont mint egy igazi gurus Egy Egyszerűen csak muszáj elfogadni, hogy a baj nem feltétlenül veled van. Igen, meg ez is olyan, hogy amikor visszatérsz, akkor meg itt tele vagy ötletekkel. De most tartottam ugye mennyit? Két, két hét szünetet? Azt hiszem két hét szünet, amikor direkt úgy voltam vele, hogy egyszer sem ülök le videózni, és az ötletek meg így elkezdtek a pár nap után, így elkezdtek záporozni, és így írtam fel a videó ötleteket, és alig vártam, hogy megcsináljam őket, szóval nyilván ki kellett ott is várni a két, két hetet, és utána tök jó volt, és így. De most is az van néha, hogy így hetekre, tehát, hogy egy vagy, hát inkább egy hétig nem szoktam videót csinálni, és akkor úgy térsz vissza, úgy ülsz le így a kamera elé, hogy jó, nyomjuk, nyomjuk, és nagyon jó lesz. De közben ugye folyamatosan ötleteltem, szóval, hogy az ötletelés sosem áll meg. Csak pihenésre van szükséged. Ne legyenek hülye elvárásaid. Na, ennek vagyok a legnagyobb áldozata. Idén januárban elhatároztam, hogy meg kell lennie az ezer feliratkozónak, és nézd csak. i jak tam, ręki <gry> wuj... Jó, hát kérdés, hogy mennyi melót raktál bele, meg stb. Szóval ez így célok fontosak, de az se jó, ha mondjuk én azt mondom, hogy év végéig szeretnék most egy millió feliratkozót, mert nyilván nem fogom elérni, és nyilván szar lesz, és nyilván rosszul fogom magam tőle érezni, meg, meg végig az egész évben most már azon fogok kattogni, és ki fogok égni, hogy úgyse lesz meg az egymillió. Szóval nyilván reális célok kellenek, ugye erre szokták mondani, hogy ilyen pici, Célokat csináljon az ember. Nyilván az ezer egyébként nem lehetetlen, de az egyik legnehezebb mérföldkő szerintem, mert amikor még pici a csatorna, nehezen iratkoznak fel az emberek, nincs meg az a bizalom, nincs meg az a szám, hogy azt mondod, hogy hm, itt már van tízezer ember, akkor én is feliratkozok, mert biztos, hogy jó. Nyilván az ezer az nehéz, azt ki kell grindolni, az, az tényleg aláírom, az, az egy nehéz szám. Jó és motiváló dolog lehet egy mérföldkő, mint célkitűzés. Viszont ne felejtsük el, hogy mint minden az életben, ez sem ilyen egyszerű. Legyen minden videód jobb, mint az előző. Ha Ha! Erről van egy külön videóm. De igen, egyébként egyetértek. Sőt, annyira egyetértek, hogy külön videóm is van erről. Úgy érzed a videódról, hogy igen, ez lesz az, ami be fog futni. Ez mind nagyon aranyos, meg legalább hiszel magadban, de van egészségesebb verziója is ennek a mentalitásnak. Mint... Meg ilyet nem szabad, hogy nem szabad úgy sem videót kitenni, hogy ez egy szar videó lesz, és nem fogja senki megnézni, meg úgy sem szabad kitenni, hogy ez most nagyon durván be fog robbanni, és megváltja a világot, és akkor ott fog szülni, és nem nézi meg senki. Szóval, vagy van, hogy néha kirakod a legrosszabb videód, és én is van, hogy kirakok így egy videót, és így... jó, hát most ez van, most majd a következő jobb lesz, na, és akkor Bepörög és megnézi. Százezer ember is így. ott, hogy. ah, miért nem foglalkoztam ezzel többet? hogy Miért nem lőttem be normálisan a hajamat vagy a fényeket? Ja, nem szabad így így állni a videókhoz, hogy ez most menni fog vagy nem. Például. Büszke vagyok erre a videóra, függetlenül attól, hogy hogyan fogadják az emberek. Na és pontosan. A legközelebbi még jobb lesz. Mm. Mm. Így van. Szóval, nyugodj le a picsába. Fújj ki magad. Talán nem most jött el az ideje, de menni fog. Nekem is egy évvel ezelőtt száz feliratkozónk volt, és nézd meg, hol tartunk. Ha megtripláztad, hát azért, 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 na, ez pont magas labda volt, de. <laughs> oh. um, hm. Mindegy. Szóval. Tetszik? Jó, jó, jó vibe van egyébként a videónak. Minőségre annyira nem tetszik, de nyilván nem, nem mehet minden kizi. Rohadt jó kamerát már a legelején, de tök jó. Szóval, hogy így jó, jó hangulatú a videó, meg jó nézni. Kicsit talán sok inger van benne, de hát ez, ez kell. Sok inger kell. Hova tovább innen? Nos, én eldobtam az elvárásaimat a videózással kapcsolatban, és elkezdtem úgy tekinteni az egészre mintha ténylegesen a munkám lenne. Hiába van munkahelyem, a szívem, a kreativitásom és minden gondolatom idehúz, így hát elkezdtem úgy tekinteni rá, mint egy állásra. És azóta nagyon sok minden megváltozott a mentalitásomban és a kedvemben, nem csak itt, hanem a magánéletemben is. Nagyon sokat segített az is, hogy olyan emberek lesznek körül, akik támogatóak, és ott vannak, hogyha szükségem van valakire, de megmondják, hogyha túl nagy az arcom, vagy hogyha valami nem egészen jó. Éppen ezért mondhatni, hogy szerencsés vagyok, de lehet, hogy te nem leszel, és 2018 nyarán én sem voltam az. Igen, ott volt mellettem a legjobb barátom, aki most már a feleségem, mindenben is támogat a mai napig, de nem feltétlenül egy videóvágás orientált ember. Úgy gondolom erről nem beszél elég videós, de sokatok biztosan egyedül érzi magát, hiszen a videóvágás és a videózás is egy rendkívül magányos munka tud lenni. Hogy... Ilyenkor kell kollabolni. Nyilván én is most tervezek dolgunkat, hogy ne legyen ennyire magányos. Nyilván egy home office is rendkívül magányos tud lenni, főleg ha az ember évekig tolja, és én is már évek óta tolom így home szóval én is most próbálkozok majd ez ellen tenni, hogy, hogy ez ne legyen ennyire ilyen, ilyen egyedüli szakma. Nyilván a videózás is olyan, hogy lehet azt stábba is csinálni, szóval én is volt olyan YouTube korszakom, én elég rövid korszak volt, de volt olyan korszakom, amikor ugye ketten csináltuk még Gergővel a drónos videókat, nem tudom kinek van ez meg, de ja, lehet kollabolgatni, lehet közreműködni más videósokkal, szóval, hogy ja, amit az elején beszéltük, meg kell találni a hasonló embereket, és akkor azokkal barátkozni, meg beszélgetni, is. És nyilván lesz közös téma, szóval, hogy akár csak statisztikák, vagy, vagy bármi, szóval, hogy lesznek közös témák, nem kell aggódni. Nyilván ez is olyan, hogy oké, okay, hogy neki is ott van a barátnője, aki, aki támogatja, de nyilván nem érti feltétlen, vagyis hát ezt, ezt következtetem, hogy nyilván nem érti a videózást, vagy lehet, hogy nem is érdekli. Szóval, ja, igen oké, okay, hogy van támogató közeg, meg ez tök jó, csak kellenek olyan emberek is, akik mondjuk hasonlókat élnek át nap, mint nap, és ők is videóznak, és a többi. Ha hagyjátok. Úgyhogy ne féljetek más kreatívokkal felvenni a kapcsolatot, beszélgetni, ötletelni, hiszen erről kéne szólni az egész YouTube-nak, egy közösség építéséről. Mm, nem, nem, nem Lehet, hogy a kezdetekben erről szólt, most már ez egy biznisz. Nyilván vannak olyan emberek, akik nem feltétlen úgy tekintenek erre a platformra, hogy ó, ez, ez egy nagyon nagy biznisz, hanem így, mint ahogy ő is, meg ahogy én is, hogy lehet kreatívkodni, itt, itt meg megcsinálhatsz bármit, nyilván irányelve hez kötve, de ja, szóval, hogy nagy rész bármit megvalósíthatsz, úgy, ahogy te akarod, és nyilván, nyilván ez egy tök jó dolog, és én is ezt mondom, hogy ismerkedni kell az emberekkel, de van, aki meg úgy tekint erre, hogy ez egy biznisz, és vállalkozást épít rá, és el akar adni minden szart az embereknek, és Mit tudom, ő úgy osztogatja a tippeket, hogy van kurzus, könyv, ízé, tanácsadás, akármi. Most oké, nekem is van tanácsadásom, de az egy másik dolog, én nem építek fel egy egész izét, birodalmat YouTube tippekre, nyilván. Ja, szóval, hogy ki hogy néz erre a prat, Ki hogy néz erre a, a platformra. De sajnos már nem erről szól, és ez eléggé demotiváló tud lenni. Yeah. A legjobb dolog, amit tehetsz a saját mentális egészséged és potenciális karriered érdekében, hogy kicsit visszább lépsz, rendezed a fejedben lévő káoszt, és ismét nekifutsz. Ez az egész egy folyamatos maraton, viszont mondjon bárki bármit, mindig van idő pihenni. Nem feltétlenül a folyamatos videógyártáson múlik valaki sikere. Azért kell hozzá, kell hozzá, hogy folyamatosan nyomjad. Aki így gondolja, az túl sok YouTube videót nézett. Ők mindegy, milyen gyar... Hát átadatata azért kell a rendszeresség, kell az, hogy folyamatosan jöjjenek videók, nyilván nem, nem kell napi kettőnek jönni, de azért be kell állni valami rendszerre. Sajnos ez az algoritmus, meg az emberek is így működnek, úgyhogy... Gyakran raksz fel videót, ha szar a videó, senki se fogja megnézni, függetlenül... A... Mondjuk ez is igaz, hogy ha szar a videó, akkor, akkor, nem fogják megnézni az emberek, szóval ez is teljes mértékben igaz. Attól, hogy mekkora rajongó bázissal rendelkezel, tehát ne gondoljátok túl az egészet, ne hagyjátok, hogy a negatív gondolatok felemészenek benneteket. Ne hagyjátok fel olyan könnyen, és ne felejtsétek, hogy mindig van hely egy új embernek ezen a platformon. Pontosan, nagyon jó. Legalábbis az utolsó pontja. A zsa, ne fel! Ég legyőzhető. Csak türelmesnek kell lenni hozzá. Ez egy motivációs videó ott magamnak, hogyha ismét kiégnék. Hát akkor itt van a motivációs reakció, hogyha megtörténne, és kevés lenne ez a videó. <laughs> ja, tudod mit? Csatlakozz a Discord szerveremhez, ahol beszélgethetsz hasonló emberekkel, mint te. Shoutout a Discord szervelemen élőknek, mindenkinek, a Nitro tagoknak is, természetesen a feleségemnek is, hogy állandóan támogat, és még a mai napig itt van velem, és a sok hülyeségemet elviselik. Ja, igen, felesége van elnézést. <laughs> Nézzük ki az, aki, ki az, aki megcsalja a mi szerverünk, és itt is jelen van. Eee, Csak viccelek? Blablabla, akármi. Találkozunk legközelebb, tudjátok hasonlóak. mint van, 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 valamelyik oldalon egy videó. Figyeltek, korrekt videó volt, tök jól összeszedte, volt benne meló, ja, nem tudom milyen tartalmat gyárt, lehet, hogy ez az egy videója volt csak ilyen témában. És amúgy gameplay egy nyom, fogalmam sincs, de gondoljátok, nézzetek be hozzá. Jó van, figyeljetek, már ennyi volt ez a videó, köszönöm szépen, hogy megnéztétek meg nézzetek be a sráchoz is. Szerintem jól összeszedett kis kontent volt, és ne ki, és ja, jó jó tartalomgyártást kívánok mindenkinek. Ciao, ciao.